Marad a kormánykoalíció Ausztriában. Tegnap este jelentette be lemondását Sebastian Kurz, miután kormányválságot okozott, hogy a kancellár közvetlen környezetében indított vizsgálatot az ügyészség vesztegetés gyanújával egy 5 évvel ezelőtti ügyben. Sebastian Kurz tagadja a vádakat, ugyanakkor lemondásával a stabilitás megőrzése volt a célja. Úgy tűnik ez sikerült, mert a koalíciós partner zöldek már is bejelentették, hogy együtt folytatják a kormányzást. A szombat esti kabinetülés után érkezett a rendkívüli sajtótájékoztatóra Sebastian Kurz, osztrák kancellár, ahol bejelentette lemondását. Ezekben a nehéz időkben nem a személyes vagy párti érdekeknek, vagyis a politikai taktikázásnak kell elsődlegesnek lennie, hiszen számomra a hazám sokkal fontosabb, mint a személyem. Most a legfontosabb a stabilitás, és hogy a pártok közötti helyzetet megoldjuk és elkerüljük a káoszt, fogalmazott Sebastian Kurz hozzátéve, hogy már egyeztetett az osztrák néppárt vezetésével, és Alexander Schallenberg külügyminisztert javasolják az államfőnek a kancellári posztra. A kormányválságot az idézte elő Ausztriában, hogy a kancellár közvetlen környezetében vizsgálatot kezdett a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség vesztegetés és hűtlenkezelés gyanúja miatt. A távozó kancellár azonban ismét hangsúlyozta, hogy hamisak az ellene felhozott vádak. Sebastian Kurz már korábban, tehát nem ebben a tegnapi nyilatkozatában, a lemondó nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy 2016-ban sem a párt elnöke, tehát a néppárt elnöke, sem kancellár, sem a pénzügyminiszter vezetője, minisztere nem volt. Mert a maga a korrupciós ügy az az, hogy állítólag 2016-ban a pénzügyminisztérium kozmetikázott olyan közvéleménykutatási adatokat, amelyek a néppárt előnyét szolgálták. Ma reggel már az Österreich című napilap és ez a média csoport is bejelentette, hogy valószínűleg pereli az államot, mert náluk is voltak házkutatások, hogy ők fogadták el a kenőpénzt, és így tovább. Tehát tulajdonképpen Kurz határozottan visszautasítja a vádakat, hogy bármi köze lenne ehhez a 2016-os ügyhöz. Sebastian Kurz azt is bejelentette, hogy továbbra is az osztrák néppárt elnöke marad, és frakcióvezetőként dolgozik tovább az osztrák parlament alsóházában. Nem sokkal később megszólalt a koalíciós partner zöldek vezetője is. Werner Kogler bejelentette, hogy folytatják a közös kormányzást. Sebastian Kurz lemondása a szövetségi kancellári tisztségről a jövőbeni együttműködés és a felelősség teljes kormányzás szempontjából is megfelelő lépés volt. Ez azt jelenti, hogy folytathatjuk a törvényhozói munkát, amely során számos rendkívül fontos ügyben kell döntést hoznunk, így például a költségvetés elfogadásában, fogalmazott az alkancellár. Kevésbé lelkesen reagáltak az ellenzéki pártok a kancellár cserére. A zöldeken fog múlni, kivel akarnak kormányozni, de kérdés, hogy az elmúlt hetek és az elmúlt órák után még mindig stabil kormányról beszélünk-e, fogalmazott az ellenzéki osztrák szociáldemokrata párt vezetője. A héten kirobbant ügy miatt az ellenzék arra készült, hogy kedden bizalmatlansági indítvány nyújt be a kormány ellen. Így viszont egy ilyen kezdeményezésnek valószínűleg már nem lenne többsége.